Sziasztok, Zazoka vagyok. Folytatom a Witcher 3-at, nem bírtam ki, hogy ne játszak még vele a mai nap. Egyszerűen nagyon beszippantott a játék, nagyon tetszik. Vannak úgy információk a Witcher 3-mal kapcsolatban, mindenféle hír. Hát én elmondom most ezeket a játékban, de valószínűleg, hogy mire ez a videó föl fog kerülni, már teljesen más és új infok lesznek. Ha a teljesítményt egy kicsit akarjátok javítani, akkor mindenféleképpen a Nvidia Hairworks-et azt kapcsoljátok ki. Ezt a tanácsot mondták. Illetve, hogy olvasható egy cikk a stúdió ugye, vezetőivel vagy vezetőjével, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük, és hogy akkor ugye most így, a kiadás elmélet így, ilyen a Witcher 3, mint amilyen lett. Gondolok itt arra, igen, hogy nagyon itt kitört ugye a parasztgyalázat, hogy egy kicsit, és tényleg szerintem csak kicsit, hogy ugye romlott a grafikának a minőséget. Szerintem még mindig rohadt szép, tehát ennyi. De mindegy, és erről ugye volt egy cikk, de ahogy én olvastam, hogy ezeket majd szépen azért majd így javítgatják. Oké, itt hagytuk abba, nem is akarok amúgy ezzel sokkal többet foglalkozni, de itt hagytuk abba, és akkor beszéljünk Veszemirrel. És nem tudom, hogy a Griffet most... Akkor már meg is küzdünk vele, nem tudom. A stream, amber waves of grain, charming place, perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Igen. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Jó, van, szuper. Nyírfák. So tell me. Egyik kedvenc szám a nyírfa. Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Aki nem tudná, hogy a Witcherek télire visszahúzódnak a kastélyban. Pontár! Pontár völgy! Speaking of winter and wintering, azt a mindenit, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Ugye északi királysághoz tartozik Pontárvölgy is, és hát remélem, hogy akkor igen, tehát hogy benne lesz a játékba. Én tudti, hogy elnézek oda, mert kíváncsi, hogy most hogy néz ki. És megküzdünk a Griffel, szálltok. Add, de durva lesz. Amúgy tudjátok, mit tetszik a Witcherbe? Például? Jaj, kaptunk egy nyílpuskát, bocsánat. Te számszeriat mondott Geralt. Ó, mi ez? Azt hittem, hogy másik karátján nyertem, míg futkostál. Veszemér. Szerencsejáték szép dolog, mondhatom. Elnye, bejnye. Stop talking, got a griffin to kill. Na, ezt kíváncsi vagyok, hogy fog menni a griff. Szerintem ő lesz az első ilyen nagy, komolyabb fő ellenség, vagy ellenség? Oké, okay. Viszont van egy nagyon fontos dolgunk, amit szerintem én nem tettem meg, ugye? Nézzük csak. Bocsánat. Igniel van berakva. És ugye mondták azt, hogy az árgyel jó a griffre. Hol van? Itt van. Messze nyúló árgyel. Így, né? Berakjuk. Illetve... Aha, ott van. Távolsági fegyver és be van rakva a nyílpuska. Vagy számszeré, ugye? És nem is tudom, hogy... Szerintem a számszeré igen, ez jobb kifejezés, mert a nyílpuska azt hiszem a nagyobb nyílpuska, tehát az a nagyobb méret. Ez meg talán ilyen egykezes, ha jól tudom, ugye? Majd meglátjuk. Így amit átadott, azt hiszem neki, hogy lehetett látni. Jó, tehát be van rakva, de hogy kell majd használni? Oké?
Oké, aktiváld a szemszeríjat. És az RB gomb megnyomással lőhetsz a szemszeríjjal. De még van egy dolgunk, hogy az árgyjelet berakjuk. Jó. Oké. Hoppá. Ó, lefekült. Nem sokat sebzett rajta mondjuk. Nem sokat sebzett rajta. Villámfőzet. Iszunk villámfőzetet. Ú, basszus. Akartam lőni szemszeria. Sebzi? Hát, gyerekek. Nem igazán, basszus. Oké. Az árgyjel viszont jó, mert megbillantja egy, megbénítja egy pillanatra. Azt mondja, villámfőzet. El is múlt a hatása? Elmúlt a hatása a villámfőzetnek? 30 másodpercig jó villámfőzet. Hát én nem látom, hogy... Lehet, hogy itt szállás közben így nagyon mozog a griff. Hát nem látom, hogy... Ajaj! Ugrás, Geráld! Spuri! Ugrás, ugrás! Azt, valószínűleg odaugrunk, csapunk egyet. Nem. Nem, mert kapunk egy pofont a grifftől. Hoppá, hoppá, de nagyon durva. Úr, de durva. Mennyi az életerőnk? Ígyunk meg egy fecskét. Hó, most lelőtte, most lelőtte. Gondolom még... Kapcsold már el, vagy mi? Csapd már el, Geráld. Tehát gondolom még anna az... Tehát, hogy kicsi a... A képességünk a nyílpuskázzal, vagy a szemszeri használatra. És hát ő... Tehát még ügyetlenek vagyunk. Na hát, na, ennyi. Akartam csak mondani. Egy csapás, félig van az életereje. És az enyém, az meg teli. Szuper. Ó, megint sikerült lelőni. Ugrás, ugrás, Geralt. Ú, basszus. És sokkal jobb. Ilyen ellenfélnél sokkal jobb az a Google, a, mi a bookfence. Sokkal jobb a bookfence. Nyílpuska. Jó, de mit csinálják vele? Eltűnt a középről, hogy ugye, hogy nincs. Tehát, hogy már nem küzdünk vele. Witcher érzékeit, ha nem csak többet lesz, többet is hallasz. Ki lesz az érzé... Akkor követnünk kell a griffet. Oké. Okay. Hát akkor... Ja, itt van a vérnyom, nézzétek! Itt van a vérnyom a griffnek. Basszus. Hát ez itt durva. Magasabb nehézségi szinten ez azért itt nagyon meg kell küzdeni. Tehát azért itt is azért elég durván kellett vele küzdeni, vagy kell vele küzdeni. De még egyáltalán nem öltük meg. Na most megint van, hogy király griff. Hol vagy? Bocsánat, próbálom azt is nézni, hogy mennyi nyílveszünk van. Végtelen, végtelen. Ugorj el, Geráld! Jézusom, miért nem akart elugorolni? És most már egyedül... Ja, itt van Veszemír. Jól láttam, hogy itt van Veszemír, gyerekek? Megint még egy villámfőzetet megiszunk. Hú, most nagyon jól elcsaptam a hátulját. Igen, nem mindig talál a nyílpuska. Ugrás, 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 Geráld, ugrás. Már nem kell sok a gripbe. Basszus. Geráld egy kicsit lassan, lősz a nyílpuskával. Jó, megiszünk még egy fecskét.
Azért van. Ja, oké, ugrás. Basszus azért. Jó, egy csapás. Hú, mit csinálsz? Pont felszállt. Gyere csak le! Gyere, pipike! Adok én a kis fejednek? Na, ennyi! És még nem! 80 csapás! Ez az megvan! Basszus, gyerekek! Tehát ez még a második nehézségi fokozat. Jó, lehet, hogy én voltam béna, mindig elismerem. Though you could stand to improve some things. Oké. Várjatok, hadd pörgessem vissza. Tehát nyílpuskát ugye használtam. Fecske, stb. Árgyilet használtam. Én szerintem nem volt ez rossz csata. Tehát én szerintem minden... Ha bombát nem használtam, de azt hiszem nincs is nekünk olyan bombánk most, amit a Griff ellen írt. Lehet, hogy jó lett volna mondjuk a másik bomba is. Hát jó. Szerintem nő szakáll a Geráldnak. Szerintem nő a szakáll a gyerekek. Vagy csak azért néz ki másképp, mert kikapcsoltam azt a hülye hairworks-ot. Nézzétek meg, jó így is haja, nem? Nem értem. Na mindegy. Én a Attinál is kikapcsoltam anna a Tomb Raider-be azt a Trash FX-et, vagy micsodát. Tehát, nem tudom. Annyira nem vagyok tőlük elájulva. Bár akad még javítani való konkrétan. For example, upward vertical strike, it's too obvious. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones, I'll ready our horses. Meet me at the inn. Találkozunk a fogadóban. Hú, gyerekek, legyőztük a griffet. És nem volt egyszerű. Tényleg... Tehát magasabb nehézségi szinten is biztos, hogy le lehet győzni a Griffet, de nem vagyok benne biztos, hogy ez egy ilyen YouTube-os végigjátszásba való. Vagy ugye meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk legyőzöm a Griffet, kitapasztalom ugye az, hogy hogyan legkönnyebb legyőzni, és utána meg ugye fölveszem a videót. Vágjátok? Na mindegy, azért meg kellett vele küzdeni, basszus. És hogyha nincs fecske, akkor meg is halok. Na, hol tartottam? Van bármink? Nincsen semmi, nem léptünk szintet, és most már a árgyilet viszont kiveszem. Hol van? Bocsánat, itt van. És berakom vissza az ignit. Ígyni. Mert azért szerintem az egyrészt, hogy erősebb, többet tudtam rá fejleszteni, másrészt meg így jók ezekkel a mindenféle vadállatok ellen. Habár szerintem a Griff ellen lehet, hogy akkor mégiscsak az árgyel volt jobb, mert mégiscsak megbénult egy pillanatra, rá tudtam csapni egy párszor. Oké. És annak viszont meg kifejezetten örül az gyerek, hogy a kitérés itt, én úgy láttam, mert próbálgattam én ott kitérni ugye, a harc legelején, hogy ott azért ott kicsiket ugrik. Tehát nagyon jó a kitérés bizonyos ellenfelek ellen, de a Griff ellen szerintem nem volt jó. Ott pont, hogy ezt a bukfencet kellett alkalmazni. Nagyon jó. Nagyon jó. Tetszik. Tetszik. Oké, és akkor felszerelés. És van akkor most már nyílpuskánk. Van nyílpuskánk. Lövedék. Na, gyere ide, légy szíves. Hol vagyok már? Valahol nem tudok lemenni a nyílpuskára, meg ezekre a dolgokra, de miért? Össze-vissza ugrik most nekem itt a... Na most végre. Analóg gyerekek, össze-vissza ugrált. Gyerekek, micsoda problémák vannak itt? No nézzük! Nyílpuska szükséges szint 1, megvan 4-től 6-ig sebzés, plusz 1% támadás ereje, az hogy mi? Nem értem, mindegy. Oké, DPS 71, de igaz, az nem a
azt nem azt mondja, hogy mennyi így a DPS, tehát azt külön kell érteni. A számszeriat, azt nem a jobb oldalihoz kell nézni. Mik vannak? Hát ezt teljesen elhasználtam, és most azt nem tudom, hogy például akkor el kell dobni? Tehát, hogy elrakás, és majd el kell dobni onnan a menüből, hogy tudjak újra legyártani. Oké, nézzünk valami kaját, vagy ételt, vagy bármit. Ez micsoda? Nem tudom. Kísértett olaj. Almalé, regenerálja, hát az jó lesz. Berakjuk ide alulra. Igen, és ott van alul a bomba, a számum, és igen, tehát nem számumot írt a griff ellen, és király griff volt, ugye. De rendítsek, fiúk. Szerintem így más nagyon nincs, basszus. Nagyon jó volt ez a harc, tetszett. Tetszett az is, hogy ahogy leszette a griffet, ugye egy-két lövést talált, és akkor leszette a griffet. Tehát, hogy tudjátok, így fop, így eltalált a nyíleszre, és így le esett a földre. Szörnyű, hogy állított por, griff tojás. Griff toll a griff. Van egy griff mutagénunk. És azt lehet, hogy viszont már akkor azt érdemes berakni azt a mutagént, mert ez mégiscsak egy úgymond ilyen fő ellenséget öltünk meg. És ott van a griff trófea. Ja, összes. De nem akarok még menni a helyőrségbe amúgy. Még körbe akarok menni a területen. Mondom még egyszer, szerintem biztos vagyok benne, hogy még vissza lehet ide jönni. Tuti. 100%. De azért... azért nézzünk csak körül, na. Oké, találtál egy mutagént, használt képességét fokozására, vagy készíts belőle speciális mutagén főzetet. A karakterpanel, de jó, de ezt a főzetet megiszom, és akkor annyi, nem? Meg egy bambi. Nézzük csak. Tehát karakter. Be tudok rakni, ugye ide, egy mutagént, ugye? Válaszd a mutagén fület. Válaszd egy mutagént, és helyezd a jelzett helyre. Azt mondja, plusz 50 életerő. Szerintem az nem rossz, gyerekek. Miután aktiváltad a mutagének, bónuszokat adnak a karaktered képességeihez. A mutagéneknek és a képességeknek egyaránt színük van. Helyezd a mutagént olyan helyre, ahol legalább egy azonos színű képesség van, hogy növeld a bónuszát. Ó, hát itt is van egy kis változás, biza. És van is ott nekünk, mi ez? Ha egy képesség színe nem egyezik meg a mező mutagének színével, akkor nem növeli a mutagén bónuszát. A mező esetleges többi képességéről nyert bónuszok még ettől még megmaradnak, értelemszerű. Tökéletes. Minél több képesség színe egyezik meg a mező mutagényének a színével, ó, de jó, ez tetszik viszont. Tudom, sokan mondjátok, hogy biztos, hogy túl van bonyolítva, de nekem tetszik, mert legalább így akkor sakkozni kell, egy kicsit oda kell figyelni. Nem csak pakolgatom be a üres helyekre a dolgokat. Vágjátok. Tetszik, oda kell figyelni. Viszont akkor remélem, hogy meg lehet csinálni, hogy azt, hogy a mutagéneket pakolhatom majd. Minél több képesség színe egyezik meg a mező mutagének színével, annál nagyobb bónusz biztosít. Minden egyes egyező mező képesség 100%-kal növeli a bónuszt. A mutagének segítségével nagy erejű főzeteket és mutagén italokat is lehet készíteni. Jó, lehet, hogy majd azt is majd megnézzük, oké? Okay? A lényeg, hogy... Ja, de várjatok, oké, tehát itt most nem egyezik meg a színével. El lehet őt rakni? Eltávolítás. El lehet venni a mutagént. Ezt a Witcher 2-ben azt hiszem nem volt így, tehát hogy felhasználtam a mutagént, azt hiszem ott nem lehetett már eltávolítani, ugye? Jól emlékszem. Na, de jó, ez tetszik. Ez tetszik. Nem egyezik meg most a színével ez a mutagénnek, de ez tetszik. Például akkor mi egyezik meg? Ahogy nézem, ott egyelőre semmi. Az kék. Ott vannak a zöldek. Ő micsoda? Főzetkészítés, olajkészítés, bombakészítés, mutáció. Üveg próbája. Gondolom akkor így van, hogy az zöld.
mutagén lesz. Van ott 4 mutagén, látjátok? Tehát még van, bocsánat, még 3 mutagén hely, és akkor itt látszik, hogy van piros, kék, zöld, és nem tudom, ez fehér ugye, ha jól látom. Na jó, van, majd meglátjuk. Minden esetre ez így most jó. Ez így most tetszik nekem. Sakkozni kell. Örülök neki. Oké. Jó. Mást akkor semmit nem kell csinálni. Ugye? Nézzünk még azért meg a... És megöltük szegény Griffet. Aki... Aki... Milyen gyógynövény ez? Oké. Aki... Hát, igen. Annyira talán nem érdemelte meg, hogy megöljük, de hát... Sajnos ugye csak egy oktalan szörny volt, úgymond. Ez is trúd. Ó, ezeket mind szedjük össze. Srácok! Hát nem tudom, lehet, hogy azért majd a későbbiek folyamán itt be kéne próbálkozni csak egy nehézségi szintemeléssel. És még egyszer mondom, ha viszont, ha, de így is van azért kihívás a játékban, én úgy gondolom. Viszont, jaj, emlékszem a Witcher 2-ben, hogy mit szenvedtem azzal a hülye Krakennel, vagy kivel? Ugye? Ott nekem nem volt türelmem, hogy ott nagyon sokat próbálkozzak vele. No. Mi van még itt? Fejsze, vadászkesztyű, ezüst. Ó, na, de jó. Az de durva! Az de durva! Láttátok ezt? Megnyomtam véletlenül a B-t. És fölkapaszkodik a tetőre Geralt. Nagyon állat! Hát ezt nem hiszem el. De jó, hogy erre is figyeltek. Oké, vágom, hogy nem nagy dolog, de akkor is. Hát figyeltek rá, tudjátok, nem az van, hogy csak így, hogy így ugrál fölfele, pipiskedik, és ugye nem kapja el a tetőt. Hát most mondjuk megfelelő szögben kell ugye fölugorni. Aha, igen, tehát azért nem mindig kapja el a tetőt. Vagy kapaszkodik föl, bocsánat. Nagyon jó, ez tetszett. Hú, de teljesen föl vagyok amúgy spanolva. Teljesen föl vagyok spanolva amúgy. Mondjuk a harcrendszerben ugye ez, hogy a kitérés, meg a gurulások, azok nagyon nagy szerepet játszanak benne. Azért kíváncsi leszek majd a későbbiek folyamán, hogy be lesz-e bármikor is mondjuk olyan szituáció, amikor vágjátok, mondjuk ezeket nem tudom használni. Mire gondolok, mondjuk egy szobába, egy szűk folyosón. És akkor ott mit fogunk csinálni? Hát mondjuk ott megjönnek a ádjel, igniel, azért gondolom egy szűk folyoson azért akkor azokat effektíven tudom alkalmazni. Na jó van, nagyon jó volt. Fiúk, lányok, megöltük a Griffet, nem megyünk még oda, hanem, és pláne hogyha már itt vagyunk, ezen a részen, akkor szépen megnézzük ezeket a kérdőjeleket. Azt nem tudom, hogy majd még lesz-e mellékküldetésünk. Az majd kiderül. És nagyon jó az FPS szám. Szerintem sokat számított, hogy egyrészt, hogy levettem az árnyékokat. Az árnyékok azért szerintem megakasztják a teljesítményt. Illetve, hogy én azt a Hairworks hülyeséget azt én kikapcsoltam. Már egy ideje. Tulajdonképpen gyűjtsünk gyógynövényt. És akkor van almalénk, tökéletes. Nem hiszem, hogy most bármire is nagy szükségünk lenne, már nem hiszem, hogy lenne nagy erős ellenfél. Tehát, hogy azokat már le tudjuk majd győzni. A úgynevezett idézőjelbetéve az ilyen sima ellenfeleket vágjátok. Szuper. Fehér Mirtusz. Eddig szerintem nagyon jó a játék. Már ha valaki megkérdezné tőlem, hogy mi a vélemény a Witcher 3-ról. Nagyon jó a játék. Igen, hangot adtam ezeknek a kis észrevételeknek, hogy akkor észrevettünk bugokat, észrevettünk tényleg olyan grafikai hiányosságokat, hogy én azzal a szalmatetővel nem vagyok kibékülve. Ott elő van valami tűz. Ó, igen, és ez lehet, hogy pont a Igni lesz. Aha. Meg egy lidérc. De ő egy sima lidérc.
hoppá, hoppá! Anyád! Ez komolyan? Gondoltad? De durva! Na hát itt merésznek kell lenni? Lehet, hogy itt is inkább a Google ugrás kéne, a bukfencet kéne alkalmazni? Megöltem? Gondolom igen. Mert nem jött vissza. Hú, basszus. Talán itt is jobb lett volna, igen, tehát hogy jobban használható a... az elgurulás, a bukfenc. Teljesen el is feledkeztem róla, hogy mentem, mint a kisvuk, tudjátok annó, hogy tátaratáratáratára, megyünk vadászni, tátaratáratára. Hogy itt erőhely, gyerünk, menjünk oda, aztán elfelejtettem, hogy azért itt azért szokott mindig lenni közelben valamilyen ellenség, és ez bizony igen, ez az Igniel, ami nagyon komoly, ezt szerintem ez simán érdemes megjegyezni, hogy itt van a Igniel-nek a erőnövelője. Na, hú, ez azért, ez megint, ez egy kicsit más volt ez az ellenség azért. Fecskefűk bőven kell nekünk, biza. Meg hát tulajdonképpen minden ilyen gyógynövény. Minden gyógynövény kell nekünk. Be lehet ide menni, vajon, srácok? Nem. Szét nem verhetjük. Húzd elő a kardot, Gerald. Gerald! Hoppá, Rézimi! Úristen, de durva! Úristen, de mentünk egyet azonnal. Nem szeretném újra kezdeni a Griffnek a megölését. Mert meghalok valami hülyeség miatt. Mit szólnátok ahhoz, hogyha ide most mi lenéznénk? Hát ide bizony lenézünk. Ide bizony mi most lenézünk. Felszerelés. Itt van a fákja. Hely kiválasztása. Aha, nézzétek csak! Hát oda tudom berakni a fákját. És hogy váltom át? Így. De miért nem használja? Miért nincs a kezébe Geráldnak? Ezért, mert meg kell nyomni, mintha használnánk a bombát. Hű, de milyen fényt ad. A medál... Na jó, de itt voltunk Gerald az előbb, bocsánat. Nem tudom, miről beszélsz. Nos, srácok, fiúk, lányok! De jó, hogy ezt megpróbáltam, hogy be lehet-e törni az ajtót. És lehet, hogy ott a másik háznál is akkor be lehet menni. Na, bizami most ezt megnézzük. Ez is kardot vett elő, Gerald? Van még? Vagy mi? Igen, hát ígyunk almalé. Mondjuk lehet, hogy a meditáció az célszerűbb. Ha csak lehet, ne fogyasszunk már szerintem kaját. Hanem akkor meditálunk egy pár percet. Meggyújtás. Gyújtsuk meg, mert annál több fényünk lesz. Szuper. Gyerekek, ez nagyon jó. Imádom. Tudjátok, azt várom én egy játékba, hogy ne legyenek ilyen mesterségesen, nem tudom mit meggyújtani. Itt nem jelenik meg, hogy A. Tehát, hogy meggyújtás. Na, menjünk egy kicsit távolabb. És menjünk neki, nem. Hogy ne legyenek már mesterséges ilyen... elzárt helyek. Most miért ne... Na, ott van. Miért ne tudnék én bemenni egy háza, basszus? Karddal szétverem, vagy fejszével szétverem az ajtót. Értitek? Erről beszélek. És biztos, hogy értitek. Jó, oké. Mivel nem egy sejtű nézőim vannak. Jól van. Ezt csak onnan gondolom, hogy néha kommentáltok is. Aminek én nagyon szoktam örülni. És tényleg már valamikor már nekiállok és megválaszolom ezt a 20 akárhány összegyűlt kommentet. De tényleg most, ezzel nem tudom hány nap alatt nem volt időm, másrészt meg jöttem haza és egyből Witcher. Tehát itt nincs mese. De ez tetszett. De legalább le lehetett jönni, oké, nem egy nagy
labirintus, nem egy nagy dungeon, ugye, de le lehetett jönni, de basszus, és ennyi. Be lehetett jönni, be lehetett törni az ajtót. Tetszik. Ez most már akkor minden ilyen lezárt épületnél, nem oltjuk el. Ezt minden ilyen lezárt épületnél meg fogjuk nézni. Érdemes lesz most már megnézni a kardokat, páncélokat, hogy hát ha van olyan, amit érdemes... mestermunka. Érdemes lecserélni. Na. Jó, nem mindig jön elő egy... Na, igen. Egy kicsit nehezen jön elő néha az a... billentyű. Vipera iskola! Itt volt a Vipera iskola! Itt volt a Vipera iskolának. Lovasság, köszönöm. De jó! Na, ezt imádom. Ezt a játékot imádom. Hát ez állat. És ugye nem lehetett tudni, hogy hol van. Próbálkozni kell, át kell kutatni a térképet, elmenni ezekre a helyekre, és minden olyan gyanús épületet, vagy barlangot, vagy helyet, vagy bármit átkutatni. Irtozatosan állat. Minden gratulációm azoknak, akik tehát, hogy így kitalálták most ezt a... egyrészt a küldetéseket, meg hogy akkor így ezt csináljuk. Hát ez nagyon jó. Na, viszont akkor mehetünk is kifele, úgy gondolom, mert itt más nem lesz. Habár a Witcher érzékeket használva... Gyere vissza, Gerard, légy szíves. Igen. A Witcher érzékeket használva is körbenézek. És ugye megnézem, hogy van-e még valami érdekes. Ségítem. Hát ezt kifejezettem most megint. Megint egy plusz, egy nagyon pozitív dologgal találkoztunk. Nem lehet itt nagyon tovább menni, ahogy nézem, igen. Hát de állat. Én remélem, hogy teli lesz ilyennel a játék, pont hogy ilyen titokkal, fölfedezni való helyekkel. Vágjátok! Ó, de durva. Nos. És akkor... szépen elrakjuk a fákját. Még van 24 percünk a Igniel-ből. Tehát le a kalappal. Le a kalappal. És bizony akkor, ahogy nézem ezeket a kérdőjeleket, ezeket nagyon érdemes fölkutatni. Menjünk oda tovább. Vagy ugye bármilyen ilyen ikont, amit ő most itt mutat nekünk. Almalé... ígyunk még egy... nem? Bocsánat, ha nem... meditálunk egyet. Nem annyit, nagyon picit, mert nem kell, hogy... pazaroljuk az időt, és nem sokára éjfél lesz. De Geralt ugye nagyon bírja. Nem olyan puhány, mint én, aki most. Hát ez gyerekek, ez nagyon jó volt. Ezt én imádtam most. Egyrésztről, hogy valami csoda folytán megpróbáltam betörni az ajtót. Nagyon... de én nem azt az erőhelyet akarom megnézni, hanem ezt. Eloltás. Van itt valami kard is, elolvasás. Florian Verriers. Porai nyugszanak itt, ki gyermektelenül hunyt el, élte virágában. Apoplexia sújtávadászat közben. Melitele bocsássa meg néki, mint a természet és annak törvényei ellen vétett. Ez meg talán egy kis humor akkor, ugye? Fakard van amúgy, ott van, látom, így van. Apoplexia sújtávadászat közben. Mi az az apoplexia, ha valaki tudja, írja le, léci. Lehet, hogy... de lehet, hogy tényleg valós kifejezés. Már csak azért gondolom. Na jó van, menjünk. Hú, most teljesen... igen, teljesen föl vagyok spanolva. Teljesen. Hány persze megy már, még van időnk játszani. Gyógynövény. De
De ugye itt van most ez a hely, ahova én jöttem. Igen. Játékos jelenlegi pozíció és őrzött kincs. Akkor az hol van? Lehet, hogy úgy jelzi, hogy őrzött kincs, hogy ugye, ahogy lementem a... hát ez mi ez, kápolna, ugye, szerintem? Lehet, hogy azt jelezte. Mert itt most bizony nem látok itt rejtett kincset. Tehát azt szerintem azt a föld alatt jelezte. Fehér gyümölcsös sírkert. Jó, hát én itt nem látok mást. Itt van, ahol pont itt állunk, ugye. Itt van az a őrzött kincs. De szerintem az lent lesz. Nem figyeltem meg, hogy amikor lent voltam, akkor természetesen, hogy hol volt az ikonja. Na, menjünk tovább, srácok. Végignézzük most már a térképet. És majd, hogyha így nagyjából, akkor mindent itt felfedeztünk a térképen. Nem is nagyjából. Mindent fel akarok fedezni a térképen, amit így látok. Tehát amit így jelez is nekünk. És utána fogunk menni a főküldetésre. Tehát, hogy gyűjts be a jutalmat a Nilfgaardiaktól. Rendítsek? Ha nem rendítsek, akkor is én ezt csinálom. Tehát remélem egyetértetek velem, hogy nem érdemes rohanni. Mert, mint ahogy láttátok, hogy most is találtunk egy érdekességet, Biza. És nagyon feelinges, hogy így akkor kezünkbe vettünk a fákját, és akkor remélem lesznek azért nagyobb dungeonök, nagyobb labirintusok, barlangok, szörny. Akkor ez is kell kard előbb, Geralt, és szörnyfészek. A szörnyfészekhez meg majd nekünk kell a bomba. What now, you piece of filth? Áj! Igni. Hú, csak úgy cikáznak, basszus. Úgy gondolom, hogy talán egyre erősebbek vagyunk. Hoppá! Mit gondoltok, srácok? Azért emlékszem, hogy mennyit kellett küzdeni ilyen gólokkal. Jó, eszembe jutott, hogy amúgy is ezt most, tehát hogy aktiválni kell, mert kapunk érte képzettségpontot, de hogy eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen ha ezt használom, akkor nem oltja ki az egyik jel a másikat, tehát hogy egyszerre csak egy lehet aktív. El kell pusztítani, ide kell jönni, és akkor tönkretétel. És mehetünk is, gyerünk, Geralt, ugorj! De mondom, ugorj, az Isten áldjon meg! Ilyenkor nem lehet ugorni. Csak harc közben. És igen, tehát igen, ezért már lehet látni, hogy azért erősebbek vagyunk, na. Szerintem lassan, gyerekek, azért. Habár lehet, hogy átmegyünk majd egy következő helyszínen, ott erősebb szörnyek lesznek. Hát a francsa tudja. Jaj, de mindig megijedek. Hogy ilyenkor ugye nagyon halljuk a távoli vadállatokat. Is van. Látjátok? Vagy halljátok? Fogunk találkozni Karl Steinnel? Aj, csak úgy eszembe jutott most, bocsánat, ő is. Vagy például a első részben szintén, hogy hívták azt a csajt? Is elfelejtettem. Mindegy, azok a erdőlakó hölgyek, amazonok tulajdonképpen, ugye.
Hú, basszus. Na majd úgyis eszembe fog jutni, de most már tényleg ilyenkor, mikor fáradt vagyok, akkor egyáltalán nem fog az agyam, tehát... Ezt sajnos... Sajnos én ismerem már magamat, és tudom, hogy ilyenkor nagyon rossz már a memóriám. Tovább nem tudok menni. Ó, vannak még itt azért. Ő mi is? De ezt a banditák táborát, ezt nem... Lehet, hogy nem, mert pont, hogy itt volt ez a híd, ahol nem tudtam átmenni, és itt volt az a hegy, és ott már nem mentem föl. Jó, hát akkor lehet, hogy majd oda is el kell mennünk. Na, végül is, akkor az a lényeg, hogy ott van a pacink, még azt is mutatja a térképen, de jó. Tehát, hogy menjünk errefele. Mennyi időnél járunk? Lassan már azért figyelni kell az időt. Azt is mondjuk érdemes lenne megfigyelni, hogyha mondjuk most megölök egy szörnyet. Növelem a nehézségi szintet, ugyanaz a szörnyért több XP-t kapok? Jut eszembe, bocsánat, XP. Hogy... még mindig hármas szintűek vagyunk, tehát azt nem léptük. És... hát figyeljetek, én amondó vagyok, hogy... van két képzettségpontunk. És őt például lehet fejleszteni? Nem. Értelemszerűen csak tehát a mutagént nem lehet fejleszteni. Na, tehát én amondó vagyok, hogy rakjuk az aktívokra. Igni. Amit most használunk is aktívan. Igni, és ugye a gyors csapások. És akkor majd szerintem meglátjuk, hogy majd milyen vonalba kell menni. Nem ártana például a nyílpuskát ugye fejleszteni. Hol van? Ott van. Nem árt a nyílpuskát fejleszteni, stb. Persze, oké, tehát nem ártana, de azt azért ugye ne felejtsük el. Azt ne felejtsük el ugye, hogy nem tudom őket berakni. És tehát ez biztos vagyok ebben, hogy addig nem fejti ki a hatását, amíg én idebe nem rakom őket szerintem. Na jó van. Oké, menjünk tovább, fiúk. És lányok. Nagyon jó. Egyre több és több dolgot fedezünk föl a játékban. És jó, oké, tehát persze, nem mindegyikkel értünk egyet, így van, de ettől még ugye... Na, hát szerintem nincs is tökéletes játék. Én ugye mindig is mondtam, hogy az én pontozásomban igenis van 10, vagy ugye 100 pontos, vagy mit tudom én, tehát vagy mondjuk úgy, hogy 10/10-es játék, ugye az mindenki érti. Az én értékelésemben van, mert igen, én tisztában vagyok azzal, hogy nincs hibátlan játék, sőt, ugye lehet, hogy akinek az a játék az hibátlan, vagy tökéletes, vagy nagyon tetszik neki, és ugyanaz a játék másik embernek meg nem. Értitek? Na, de szerintem eddig ez a Witcher 3, ez 10/10-es nálam. Annak ellenére még egyszer mondom, hogy nekem valami nem tetszik, de hát legyünk objektívak, lehet, hogy valakinek ez tetszeni fog. Lehet például Szovinak például tetszeni fog a... nem tudom... Mit is hoztam én föl hibának? Ja igen, ami annyira nem tetszik, igen, hogy a nehézségi szintnél ugye nekem pont az lenne a logikus, ugye amit mondtam, hogy harc közben nem tudunk enni, inni, se gyógyitalt fogyasztani, de viszont harc után tudjuk magunkat gyógyítani, akár úgy értelemszerűen, hogy eszünk, iszunk, vagy hogy ugye meditálunk. Na most ugye a következő szintnél pont azt írják, hogy harc közben tudunk enni, inni, stb. Ő lesz az. Viszont ugye, ha meditálunk, akkor nem töltődik vissza az életerőm. Na hát és ez nekem annyira nem tetszik. De lehet, hogy Szovinak például tetszik. Ki tudja, ugye. Sokfélék vagyunk, akárhogy is nézzük. Farkasok vannak, dögivel, de dögivel azért itt észnél kell lenni, vágjátok.
Na gyertek! Come on. Basszus, basszus, basszus! Ugorjál, Geralt! Hát ennyit a nehézségi szintről. Oké, hogy nem sokat sebeztek belém, de gyerekek, hát azért basszus. Itt most megint... Itt most megint... Na, és el is menekült. Itt most megint, ugye azért igen, csak úgy rám kapott egy-két farkas. Gyere ide, te rohadék! Igen? Sokkal-sokkal többet sebzek viszont beléjük. Na mindegy. Nem volt olyan vészes, de azért lecsíptek az életemből egy kicsit. Na nézzük, mik vannak itt. Hol valami katonai tábor volt. Mindig a frász rám jön, hogy amikor ugye ilyen állapotban vagyok, tehát hogy a Witcher érzékszerveket használom, hogy akkor minden, tehát a távoli hang is úgy hallom, mintha itt lenne. Tehát hogy itt morog például most ez a farkas. Na ezeket mind felszedjük értelemszerűen. Meg se nézem, de most már lassan át kéne nézni a felszerelést is, úgy gondolom. Sőt lehet, hogy ugye, hogy már nagyon nem tudunk már mit magunkkal vinni. Na nézzük. Hoho. Kár, hogy nem lehet agyből elolvasni például, hogy lefirkantott jegyzet. Lenne itt az, hogy mit tudom én, nyomva tartom, hogy aj, és akkor olvasás, értitek. Kaptam nyerget, edzetfarünk, zsineg, kovori szabja, recept, oké, minden kell. Hát, bocsánat. Na nézzük még jól körül. Mondom, a frász rám jön. Itt van még egy farkas tetem szerintem, amit nem vettem észre. Igen. Szóval, és például gondoljatok bele, hogyha elmenjünk Vizimába. Ott lesznek azok a régi emberek, például a kertész, ott lesz az a templom, ahol ugye a fertőzötteket, ó, nagyon kíváncsi vagyok, el akarok menni már Vizimába. De nem. Erőt veszek magamon is, nem. Pont ez az, hogy még kutassuk át a terepet. Tehát nem megyünk még Vizimába. Fúj. Zotya, ne gondolkodjál ilyeneken. Ez az. Talán még van idő arra, hogy oda elnézzünk. Ugye nem nagy táv, tehát hamar odaérünk. Geralt, miért nem rakja el a kardját? Mindegy, hát akkor elrakom én. És tudjátok, hogy mi tetszik a játékban? Tehát nézzétek meg, hogy például tehát, hogy nem olyan textúra, hanem tényleg, itt a páncél a darabjaiból épül föl. A Witcher medál mozog. Ugye, nézzétek meg. Tök jó, nagyon jó. Hát azért ez azért hozzátesz az élményhez. Persze. Most mondhatnám azt, hogy mit is várni kell már a Witcher-től. Tehát azért már a Witcher 2 se nézett ki rosszul. Ott is azért az öltözék nagyon jó meg volt csinálva. Vágjátok. És itt nem lesz szörny? Mintha a medál rezgett volna. Meggyújtás. Na jó, ezeket most... Hoppá, nézzétek, új küldetés. Hoppá, Rézimi. Imádom ezt a játékot. Imádom. Hoppá, Rézimi. De gyere ide, te kis buta. Aha. Ő azért, mintha erősebb farkas lenne. Nem tudom, mintha úgy nem sérült volna annyira. Na mindegy. Lehet, hogy van olyan, ezt nem figyeltem még meg, hogy mondjuk hanyaszintű volt, vagy egyáltalán kiírja így, hogy most ugye hanyaszintű, de azt hiszem, hogy kiírja. Pláne, hogyha kijelölöm ugye a jobb analóggal. Na. Imádom. Itt voltam, és kaptunk itt egy küldetést. Rátkutattuk ezt a tábort, vettük ugye a fáradtságot, hogy igenis akkor kérdőjeleket felfedezzük, megnézzük, hogy mi micsoda.
és kaptunk egy küldetést, és azért lassan-lassan közeledünk a végéhez is. Már megint nem tudtam megfigyelni, hogy milyen szintű volt mindegy. Nézzük még, mi van még itt. Vizsgálat. Strange. És mi a különös? Mindegy, megvan ott, valószínűleg, hogy a feljegyzés, amit ott fölvettünk, és megkaptuk az új küldetést, ott gondolom le lesz írva. Szerintem itt a videó végén azt, srácok. Szerintem a videó végén, és mi van, hogyha én most a... Meggyújtom ezt a tábortüzet, így legyen egy kis fény. Tehát srácok, azt akartam mondani, hogy itt most mi megnézzük ezeket a feljegyzéseket. Például itt van ugye már ez is. A Vipera iskolából való Colgrim Witcher levele. Címzett rötszemű ivar. A Witcherek Vipera iskolájának mestere. Sikerült előkerítenem a legendás leírásokat, amik egykor rendünk birtokában voltak. A hazaúton azonban nehézségeim támadtak egy temeri gyepi faluban, ahol megaludt. Az ostoba parasztjai megtettek bűnbaknak a helyi méhész, és erről volt is, ott beszélgettek az asszonyok, a helyi méhész kölykének eltűnéséért. Az uracs kastélyába vittek kihallgatásra, ahol megtalálták és lefoglalták az egyik ábrát. De ne aggódj, visszaszerzem, a többit hiába keresték. Kásjogra hivatkozva, istenítéletet kértem, hogy ne kelljen a báró szeszélyére hagyatkoznom. Rábólintottak, így holnap nekiállok megtisztítani a bárói család kriptáját a lidércektől. Nem ígérkezik túl nehéznek, talán vissza is érek az erdőbe, mire ezt a levelet készhez kapod. Fütest fel a hámort, lesz kovácsolni valunk bőven, Colgrim. És akkor ezt a kardot találtuk meg ugye szerintem. Nézzük csak lefirkantott jegyzet. Egyre jobban mennek a dolgaink, tábort ütöttünk az erdő szívében, a régi malomnál, és már is egész ügyesen megélünk. Szegények a népek, úgy mondják, de ha kicsit megszorongatjuk őket, valami mindig kipottyan itt egy zacskó. Búza ott egy pár korona, nem is rossz ilyen könnyű munkával. A hadseregnél mindenképp kellemesebb. Legalább most megtölthetjük valamivel a bendőnket, és még mindig kisebb a kockázat, hogy egyszer azért az életünkkel fizetünk, mintha a nifleket rohannák meg Natalis parancsára. Igen, ugye ezek a dezertőrök akkor itt fosztogatják, ugye igen, hát a népet. Szimplán látszik. Ők tulajdonképpen az ilyen rablók. Mi van még itt? Olvastuk. Ez bocsánat, de nem tudom. Ezt szerintem nem olvastuk. Kihallgatási jegyzőkönyv. Helyszín Amavet erőd. Jelen vannak Sir Ignatius Veris Bard, Andreas Bloom végrehajtó, Sir Ignatius alárendeltjei, Kermi, Gardi és Belsi vagy Belsi. Vádlott Colgrim a Vipera iskola Witchere. Biztos, hogy nem olvastuk. Colgrim Witcher ellen emberrablása vád. A fehér gyümölcsöskerti illetőségű Paul méhész Viti nevezetű fia sérelmére. A gyanúsított őrizetben várja a tárgyalását. Lefogásakor megmotoztatott, egy acélpenge készítésének leírását találták nála. A gyanú szerint ezt a fegyvert használta, hogy megfélemlítse, vagy talán meg is ölje az elrabolt gyermeket. Valószínűsíthető, hogy a vádlottnak több hasonló, halált okozó fegyver elkészítését taglaló leírás van a birtokában. Ezek azonban mostanáig nem kerültek elő. Sir Ignatius kérte a Witcher kínzás útján történő előzetes kivallatását, amire nyomban sor kerül, amint a megfelelő képesítési bakot találunk hozzá. Kiegészítés. Utóbb bebizonyosodott, hogy a fiú folytó lidércek prédája lett. Colgrim sajnálatos módon meghalt, mielőtt ez az információ eljutott az ügyben eljáró hatósághoz. Nem akarta kivárni a bárói döntést, ezért istenítéletért folyamodott. Sir Ignatius beleegyezett, és arra utasította, hogy tisztítsa meg a verjeresek családi kriptáját a kísértetektől.
Colgin alászállt az említett kriptába, és elő sem került többé. A homályba lakozó lidércek, lúdvércek, lúdvércek biztos, nem tudom, fantomok és egyéb fertelmek legyőzése a jelek szerint meghaladta erejét. Hát nem tudom, remélem, hogy azért itt azért majd jön javítás a magyarításhoz is. Mert azért itt vannak még ilyen furcsaságok, ami most nem tudom itt is, hogy most ez elírás, vagy pedig tényleg ugye lúdvércek. Oké, elázott levél. Olvastuk. És látjátok, hogy nem tudom, hogy miért rakja így össze-vissza a könyveket, vagy hogy rakja ő ezt. Nincs itt valami elolvasás, játékos statisztika, oldalváltás, bezár. Hogy mindig a legújabb legyen mondjuk itt fönt, értitek? Például az ilyen írásoknál. Na mindegy, furi. Mi van még itt? Igen, volt itt egy kém feljegyzései, biza. Kém feljegyzései a megfigyelés 15. napja. Birke 23. Újra a táborban, halmokban jött be a zsákmány, jobbára vért és fegyver. De most egy lepecsételt lád is érkezett. Este felé egy ember ételt osztott szét és italt is. A megfigyelés 16. napja. Most az, hogy Birke 24 nem olvasom, jó? A pirkadat előtt hírnök érkezett a táborba, eléggé nagy felfordulást okozott. Azonnal csapatot szerveztek a láda elszállítására. Akonyatot követően megpróbálom kideríteni, hova vitték. A megfigyelés 17. napja. Nem vitték messzire, csak a régi malom melletti elhagyatott kunyhóig. Oda nem tudtam bemenni, ugye? Emlékeim szerint, srácok. Az őrséget állítottak, úgyhogy nem tudtam közelebb jutni. A megfigyelés 18. napja. Tegnap délután óta a táborban mindenki iszik. Ha most támadnánk, eltörölhetnénk őket a földszínéről. Kár, hogy a parancsnok csak egy embert, engem küldött erre az állomásra. Megpróbálok ma éjjel belopózni. Ha rám mosolyog a szerencse, talán még elég lesz egy ember. Oké. Na. Tehát akkor ezt a ládát majd ugye meg tudjuk találni. A malom melletti minden kunyhóba. De srácok, én azt mondom, hogy most már biza, abba kell hagyni a videót. Orgona és egres, fehér gyümölcsös, fennevada. Gyűjtsd be a jutalmat, kövesd veszemét, blablabla, oké. Kincsvadászat, dezertőrök aranya, olvasd el a levelet, amit találtál. Minden hadsereg alapja fegyelem. Mindent írásba kell foglalni, minden parancsot szignálni, és 3 példányban archiválni. Ez igen jól jött Geráldnak egy alkalommal, amikor egy katon által írt levélre bukkant. Elég szűkszavú volt, és kevés részletet árult el, de ami kiderült belőle, az finoman szólva is érdekes volt. Szuper. Ja, és akkor teljesített. Oké, és küldetés követése. Jó. De ezt már még egyszer mondom, ez már a következő részre marad. Viszont én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Tehát valószínűleg, hogy visszamegyünk oda. De durva, nézzétek? Tehát ez a holdfény. Nagyon durva. Tehát, hogy én kíváncsi leszek, hogy mi lesz, és inkább azt akkor megnézzük. És hogyha... Igen, tehát vissza kell mennünk, és akkor inkább majd mondjuk hogy visszamegyek ide, vágjátok. Hát nézzük csak, mert hogyha elmegyek ide, ugye az már arrébb lesz, erőhely, azt már felfedeztem szerintem, így van. Ó, lehet, hogy akkor viszont célszerűbb lenne azt megcsinálni. Sehogy nem jó, mert még úgyis itt vannak ilyen felderítetlen területek, meg ilyenek. Ott meg szörnyfészek. Na mindegy, valószínűleg, hogy akkor inkább elmegyek ide. Be is rakom, hogy ide megyünk. És akkor úgy mentem el a játékot. És akkor onnan jövök így vissza. Mert erre nagyon kíváncsi vagyok. És akkor jövünk le, és megyünk, és nézzük meg ezt a területet is, rendítsek. Meg még ott van felkiáltójel. Meg még nagyon komolyan itt be kell járni a területet. Erőhely megvolt. Ezt néztem. Azt nem néztem.
Mindegy, valószínűleg, hogy akkor úgy is, igen. Tehát ide visszajövünk majd, akkor azt ejtjük útba. Hát próbálok valamilyen tervet fölépíteni, ügyibár. Meg, hát nem tudom, azért majd még egy kicsit, majd lehet, hogy majd lóra pattanunk, és így nagyon durván így még megpróbáljuk fölkeresni ezeket a helyeket, például az ilyeneket, meg ilyeneket, és még esetleg körbenézni aprólékosabban. De azt már pacival, azt már keszeg segítségével. Na jól van, fiúk, lányok. Készen van a terv, mentés, és akkor innen fogjuk folytatni. És én szerintem ma már akkor már tényleg nem játszok a játékkal. Nem. Igen. Oké. Okay. Az utolsó nagy szavak, kilépés a főmenübe. Nagyon, ez a rész, ez a videó, ez most nagyon jó volt. Nagyon jó kis érdekességek voltak. Ugye egyrésztről akkor a Griffet is legyőztük. Kíváncsi lettem volna azért arra, hogy mondjuk magasabb nehézségi szinten, nem tudom, hogy valószínűleg, hogy gondoljátok, ugye, hogy, vagy gondolhatjuk, hogy mondjuk, mit tudom én, ugye, jobban sérülök én, ugye kevesebbet sebzek a Griffen, stb. Stb. Ugye most szerintem csak ennyi ez a nehézségi szint, tehát, hogy igen, jobban és összeszedettebben kellett volna harcolni, és akkor, de hogyha már megvan ugye valami jó kis taktika, hogy odafigyelsz, elgurulsz, stb., akkor szerintem ott már csak időkérdések, akkor csak legyőzzük a Griffet. De azért még mindig okoz a játék meglepetéseket, hogy úgy szépen megpofoznak. De azért, nem tudom, ha túl sokszor nem halok most már meg, akkor az nem azért van, én szerintem erre már nagyon ügyes vagyok, jó, mert kicsit azért is van, persze, hanem lehet, hogy tényleg célszerű egy kicsit növeszteni, vagy átállítani a nehézségi szintet. Na jó, most már tényleg össze-vissza beszélek. Köszönöm szépen a figyelmet, Zozóka voltam, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!